famous love that you never started. You once destroyed. Gyuri, Székesfehérváron a Rally 2-ben már ezzel a Zsigulival mentetek, azonban most itt vagyunk a Mátrában egy rally sprinten, a ti égiszetek alatt úgymond a futam. Mesélj róla! Hát ugye a Székesfehérvár rally sajnos technikai hiba miatt kiestünk. Ugye egy akkumulátor zárlatos lett, és ezért sajnos a második gyors sajtjában már nem tudtunk elrajtolni. Aztán egy kicsit úgy elment a kedvünk ugye a versenyzéstől, aztán most jött ez a Mátra rally, aztán gondoltuk, hogy újra megpróbáljuk, és hát első gyorsan ugye túl vagyunk. Hát egy... ugye a Székesfehérvár után nem tudom, mi lett a Gyurival, de fényéveket javult a autóval, és elég jót jöttünk fölfelé, úgy magunkhoz képest. Azt mondod, akkor nem volt rossz az első gyorsasági szakasz, van még hátra három, ezt hogy szeretnétek teljesíteni? Hát javítani szeretnénk még az időkön, mert nagyon-nagyon sok bent maradt, még a féktávokat azt még, hát még el kéne találni, meg ugye még a guminyomással voltak most egy kisebb problémák, aztán reméljük a következőben meg tudunk még javítani rajta a dolgokon, de szerintem úgy látom a Gyurin, hogy fog sikerülni. Még el kell hinnie, hogy befordul az autó, meg tud állni az autó, de ugye a gyors végére már úgy kezdj érezni a dolgokat, hogy mit is kéne csinálni. A verseny elején, a verseny végén is az Erdélyi Dredán kettős navigátorát kérdezzük. Túl vagytok a versenyen, bejöttetek a negyedik szakaszról is. Milyen volt a versenyetek értékelt? Hát nagyon élveztük az egész napot. Gyorsra sikerült az időket javítani. Úgy, hogy az autónk hengerfejes. Úgyhogy ilyen műszaki problémával azért a mezőny közepén érkeztünk. Úgyhogy így meg vagyunk elégedve a mai teljesítményünkkel. Fújta a vizet már akkor az autó? Igen, már az első gyorstól kezdve fújta a vizet, úgyhogy visszahűtöttük, próbáltunk minél kevesebbet járatni, hogy kibírja a nap végét. Összességében milyen versenyt tudhattok magatok mögött, az autóban milyen volt a hangulat? Hú, nagyon jó volt a hangulat, és az utolsó gyorst, azt köszönöm a Gyurinek, az nagyon élvezetes volt. Leszaladtatok? Le, igen, szó szerint. Ijeszgettük a korlátokat, a pályaszélét, úgyhogy jó volt. Közel kerültek a tárgyak? Igen. Merre mentek legközelebb? Mi a kilátás? Hát azt még egyelőre nem tudjuk, vagy még kiderül. De a Budapest rally az biztos.
aztán majd még kiderül, hogy hogyan tovább.